A testmagasság és a testtömeg mérése több szempontból is fontos a tehetségkiválasztó és tehetséggondozó folyamatban. Ezen két érték alapvető fontosságú a morfológiai életkorhoz és a PHV, azaz a testmagasság növekedési csúcssebességének időbecsléséhez. A testmagasság és a testtömeg értékéből mindezek mellett a testtömegindex, vagy ismertebb nevén a BMI kalkulálható, amely az egyén tápláltsági állapotát tükröző mutató. A testmagasság és a testtömeg méréséhez szükségünk van egy stadiométerre, egy személymérlegre és az adatok rögzítését biztosító adatfelvételi lapra. A testmagasság mérését végezhetjük előre felszerelt, lehúzható testmagasságmérővel, amelyet az évi NetFit mérések során is használnak a köznevelési intézményekben. A tanuló cipő nélkül a falnak háttal helyezkedjen el a testmagasságmérő alá. A sarok, a nagyfarizom és a lapocka érintse a falat. Lábfeje körülbelül 60 fokos szögben legyen nyitott. A fejtartásnál ügyeljünk arra, hogy a külső hallójárat és a szemgödör alsó széle vízszintes síkban helyezkedjen el. Ezzel biztosítjuk a frankfurti pozíciót. A helyes testhelyzet felvételét követően légzési középhelyzetben a testmagasságmérőt húzzuk le a fej legmagasabb pontjára. A mért értéket milliméteres pontossággal jegyezzük fel az adatfelvételi lapra. A testmagasság rendszeres, negyedévenként történő mérése lehetőséget biztosít arra is, hogy a gyermekek növekedését és érését nyomon kövessük. A növekedés sebességének változása, a növekedés ütemének felgyorsulása jelezheti számunkra a serdülőkori növekedési lökés, illetve a PHV, azaz a testmagasság növekedési csúcssebességének idejét. Ez az időszak számos változást generál a szervezetben, és ezáltal befolyásolja a sportteljesítményt és az egyes motoros képességek fejlesztésének lehetőségeit. A testtömeg méréséhez szükséges hitelesített személymérleget kemény, vízszintes talajra helyezzük. A tanuló cipő nélkül laza sportruházatban álljon a mérlegre. Tizedes jegypontossággal olvassuk le az értéket, és rögzítsük az adatfelvételi lapra. A BMI értéket úgy számítjuk ki, hogy a kilogramban megadott testtömegértéket elosztjuk a méterben mért testmagasság négyzetével. Rendszeres fizikai aktivitást végző sportoló gyermekeknél a testtömegindex sok esetben nem hordoz releváns információt a tápláltsági állapottal kapcsolatban. Az izomzat arányának növekedése maga után vonja a BMI értékének növekedését, ez azonban kedvező változásnak tekinthető a legtöbb sportteljesítmény szempontjából. Önmagában a testösszetétel vizsgálata nélkül, tehát a BMI-t sportoló gyermekeknél nem célszerű értékelnünk. Esetükben a testzsír százalék és az izom százalék arányában bekövetkező változások tükrében célszerű értelmeznünk a BMI értékében bekövetkező változást. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.